Az iskola mindig kiemelt szereplője volt a település életének, ezért most is, mikor már nem az önkormányzat a fenntartó, kiemelt figyelmet fordítanak az intézmény működésére. Nagyon fontosnak tartottuk, amikor az önkormányzat tartotta fenn, illetve most, mint a református egyház, hogy a legmegfelelőbb környezetben, magas színvonalon fogadjuk a gyermekeket, neveljük, oktassuk őket. Én, mint az egyház község gondnoka, ebben a folyamatban továbbra is részt veszek, és külön kiemelt figyelmet fordítok én magam is ennek az intézménynek, és nagyon örülök, hogy most itt a felújítás is zajlik egy megyei top forrásnak köszönhetően, több mint 100 millió forint értékben, ahol ugye a rezsi emelkedés miatt próbáljuk kivédeni így a hatásokat, és a legjobbkor jött ez a pályázat. A gyermekek már használhatják a tantermeket, ugyanis arra törekedtünk, hogy mivel az egész közbeszerzés csúszott, a belső terek rendben legyenek, ez volt a fő cél, ez megtörtént, a nyilázárokat már kicseréltük, például múlt szombaton az ajtókat is, tehát már ez is megtörtént, és most a külső munkálatok zajlanak, ami azt jelenti, hogy a szigetelésnek a közepén tartunk. A szünetekben vannak azok a hangosabb folyamatok, ami esetleg zavarhatná az oktatást, illetve hétvégente délutánonként. Tehát most úgy látom, hogy menetrend szerint, ami sajnos egy kicsit tolódik, keddenként vannak kooperációk, erről is már beszámoltunk, de már látjuk a végét ennek a beruházásnak, tehát megpróbáljuk úgy biztosítani az építési területeket és a gyermekek által használt felületeket, hogy azok egymást ne zavarják. 18 év után új igazgatóval kezdte meg a tanévet az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda Utánpótlás Központ. Miután Mészáros Károly nyugdíjba vonult, a fenntartó gyülekezet Török Tamást választotta meg az intézmény új vezetőjének. Az önkormányzat szeretettel fogadta az igazgatót, aki Biatorbágyról érkezett, és ott már bizonyította vezetői alkalmasságát. Én részt vettem abban a folyamatban, ami a pályáztatást érintette, és én többször találkoztam igazgatóval korábban is, és nagyon szimpatikus, nagyon fiatalos, lendületes személyiség, aki biztos vagyok benne, hogy nagyon jól fogja igazgatni ennek a kiemelt intézménynek a sorsát. Nagyon jól indult a tanév, hallhattuk az évnyitó beszédét, illetve azóta is természetesen minden nap egyeztettünk, találkozunk, tehát én úgy gondolom, hogy hála Istennek jó kezekbe került az Endrődi Sándor Református Iskola. Mikor Mészáros Károly igazgató úr bejelentette jogállományba vonulását, akkor az egyházi törvények és az oktatási törvényekkel összhangban a fenntartó testület, a presbitérium kiírt egy pályázatot az igazgatói állás betöltésére, amelyet a országos fórumokon is megkérdettünk természetesen. Ezekre a pályázatokra jelentkeztek különböző emberek, és amikor beadták a pályázatukat, akkor utána a presbitérium megvizsgálva a pályázatnak a személyét, a beadott anyagokat, a kerületi munkahelyekről kapott visszajelzéseket, lelkész ajánlásokat, és ez alapján válogatott és végül döntött. Így került a döntés Török Tamásra, aki ugye két református iskolában is volt már igazgatóhelyettes és munkatárs, így volt egy olyan háttere és előzménye, amit úgy gondoltunk, hogy mindenképpen jól fog tudni hasznosítani. Fontos szempontnak jelölte meg Kálmán Csaba azt is, hogy a jelölt szaktanári képesítéssel és gyakorlattal is bír. Hát én már 12 éves koromban eldöntöttem, hogy tanár szeretnék lenni. Az egyik barátom beteg lett az iskolában, és segítenem kellett neki a tananyagot pótolni, és az egyik alkalommal megjegyezte, hogy jobban magyaráztam el neki a tananyagot, mint hogyha bent lett volna az iskolában, és ez olyan mélyen bennem maradt ez a mondat, ez a dicséret, hogy én utána ennek megfelelően végeztem a tanulmányaimat, és
nem is volt kérdés, hogy ezt a szakmát szeretném választani. Debrecenben születtünk, a feleségem is, meg én is, és 2012-ben költöztünk Budapestre, ahol szintén egy református intézménybe kezdtünk el dolgozni mindketten. Az ott töltött évek alatt matematikát, fizikát, informatikát tanítottam, rendszergazdai feladatokat láttam el, nagyon szerető, befogadó közösség volt ott, jól éreztük magunkat ott. Aztán első igazgatónk meghívására Biatorbágyra kerültünk, ott igazgatóhelyettesi feladatokat láttam el a szaktanári feladatok mellett, és három év Biatorbágyon töltött idő után jöttünk Alsóörsre. Közvetlen emberről van szó, aki gyerekcentrikus, nem csak azért, mert két kisgyermeke van, hanem azért is, mert világéletében így is dolgozott minden munkahelyén. Úgy látom, hogy a szakmai tudása az maga a szakterületén kimagasló, és emberileg is csak pozitív dolgokat tudunk mondani ezzel a rövid idő alatt. És úgy számomra nagyon fontos, hogy a beilleszkedésnek az a fázisa, hogy a régi igazgató és az új igazgató, ami mindig egy neuralgikus pontja ezeknek a váltásoknak, ezek körülmentesen ment le, és Mészáros Károly igazgató úr ugyanúgy továbbra is itt van sportmenedzserének bizatása az iskolán belül, és dolgozik, szolgálja ezt az iskolát. Úgy érzem az eddigi tapasztalatok alapján, hogy a tantestület nyitottan, szeretetteljesen fogadott, és várják ők is a velem való közös munkát. Remélem, hogy ez a továbbiakban is így marad. A tanév sok izgalmat és bizonytalan dolgot rejt magában. Kérdés ugye az intézményeknek a rezsi kérdése, már a tanévkezdés is izgalmas volt, mert egy fűtéskorszerűsítés van folyamatban, és a tanévkezdés is bizonytalan körülmények között valósult meg. De azt várom, hogy rendeződnek a feladatok, rendeződnek a sorok. Én egyre inkább megismerem a munkatársaimat, a helyi adottságokat, és a tőlünk tehető legmagasabb színvonalon fogjuk tudni a gyermekekkel a közös munkát megvalósítani ebben a tanévben is. Török Tamás feleségével és két gyermekével költözött Alsóörsre. Kislánya a helyi óvodába jár, kisfia, 18 hónapos, hamarosan ő is a helyi bölcsibe veszi az irányt. Feleségem Dorottya védőnői végzettséggel rendelkezik, de pedagógiai asszisztensként is dolgozott iskolákban, együtt dolgoztunk Budapesten is, és ő is most tervezi a visszaállást a munkavilágába. Azért remélem, hogy a sok munka ideje mellett egy kicsikét sikerült feltérképezni Alsóörsöt. Milyen falunak látja? Abszolút egy barátságos emberekkel teli közösségnek látom a falut. Nem beszélve arról, hogy milyen szép természeti adottságokkal rendelkezik, tehát több mint egy hónapja vagyunk itt, és még mindig rácsodálkozunk, amikor a Endrődi Sándor utcán jövünk lefelé, a Balaton felé, hogy milyen szép látvány tárul elénk. Az igazgató a tanévnyitón kiemelte, hogy Alsóörs község idén 750 éves, az iskola pedig 10 éve református fenntartású intézmény. Mindkét jubileumról megemlékeznek a tanév során. Az iskolában az elmúlt években a gyermeklétszám fokozatosan növekszik. Idén 192 diák kezdte meg a tanulmányait. Míg a 2010-es évek elején veszélyben volt az iskola fennmaradása, addig mára lassan azon gondolkodnak az intézmény vezetői, hogy milyen módon tudják a későbbiek során bővíteni az épületet, mert az elkövetkezendő években várhatóan tovább növekszik majd a tanulói létszám.